Na sziasztok gyerekek! Végre már itt a nyár. Lóca vlog, lóca selfie, fog vlog. Na. Uda furcsa csárai száját cigizni. Le van zsibbasztva a fél pofám. Bocs a hangomért. Csak még nem ment ki a lidoka, én azt azért most nem tudok olyan szépen artikulálni. Na. Hétfőn mentem melózni reggel. A menet közben rágtam a jó kis fokhagymás zsemlét. Az beleszúrta izébe. Abba a fogamba, ami már nagyon régen be lett tömve, aztán kiesett a tömés, aztán letört róla a korona, és úgy voltam vele eddig, hogy hát mondom, még nem fáj, addig én nem piszkáltatom. Bár nem volt szép látvány. Aztán akkor hétfőn kedden fájt, mint a piszok. Ma még szabadnapos vagyok, és akkor, hát mondtam, akkor bemegyek a fogászatra, azt a kiszedetem. És hát ugye láttam, ki van írva, hogy előzetes bejelentkezés alapján lehet csak menni. Viszont én úgy gondoltam, mivel az első segély ugye, ami kiszámíthatatlan, ezért hadd ne kelljen már egy hétre előre bejelenteni, hogy mi van. Úgyhogy fogtam, elővettem a kerékpárt, újfent, most már jó idő van, lehet menni Mackógatyába, és akkor hát értekeltem fogorvoshoz, és gyakorlatilag egy órán belül meg voltam mindent okkal vonulva. Nem voltam még bugyin egyébként fogászaton sose, nem is tudtam milyen. De jó élmény volt, feeling volt. Tehát kalandnak sem volt az utolsó. Csak egy kicsit babrás volt, mert gondoltam, hogy nem lesz olyan könnyű a történet, mert koronából semmi nem volt, így egy kicsit ilyen speckófogóval itt az ínyt, azt fel kellett szakítani, és akkor még össze is kellett varni. De azt mondta az orvos, hogy így jobban fog gyógyulni, tehát gyorsabban gyógyul meg minden. Úgyhogy kész, olyan 8-10 napot mondta, hogy ha nem esik ki a varrat magától, azt majd fogom érezni a nyelvemmel, vagy valamit. Most nem érzek semmit se. Mozgatni se tudom a számot. Akkor majd kiszedik 10 nap múlva varratszedésre. Ma van, hanyadika van ma? 5-e? Hát akkor 15-én. Akkor majd visszamegyek. Aztán amit elterveztem, hogy kéne csináltatni egy jogosítványt, meg kéne venni egy robogót. Hát abból most szerintem nem lesz semmi, mert egyrészt ugye megérkeztek a téli végszámlák, a gáz is, meg a villany is. Úgy néz ki, hogy rá kell fizetnem, nem is keveset. Lehet kérni ugyan részletfizetési lehetőséget, de én úgy vagyok, hogy nem szeretem ezt húzni, halasztani. Tudjam, hogy pénzemnél vagyok, úgyhogy én most egy összegbe ezt ki fogom fizetni, és kész. Úgyhogy ilyen jogosítvány dolgok nem lesznek. Remélem nem borul fel az a monopod, mert most ide tettem fel a lócára. A szél meg eléggé fúj. Na, szóval a jogsiról lemondtam meg azért is, mert ott az 51-es úton, ahol kéne nekem közlekedni, hát az egy életveszély, tehát ott minden nap karambolok, balesetek, kamionok, személykocsik mennek, mint az őrült, úgyhogy mondtam, hogy én azért annyira ezt nem kockáztatnám, meg úgy is lesz akkor másra pénz. Mindig van jobb helye, ugye? Nyaralni nem fogok menni. Egyelőre úgy néz ki, hogy itt még mindig a szükségmegoldások, meg a járvány, meg az egyéb dolgok miatt itt én nem is terveztem ilyen nyarat. Majd persze egy-két nap szabit ki fogok venni, de úgy egyébként nem terveztem semmi olyan komolyat. Úgyhogy ez a nyár még így fog eltelni, meg ez az év, aztán majd meglátjuk, hogy utána jövőre mi lesz. És húzzam fel a számot, és akkor jobban értetők az eszek. Így. Ja. De jó, majd megpróbálom. Furcsa. Mit akartam mondani? A másik dolog pedig, hogy most már megérett rá az idő, hogyha rendbe szeretem fogsoraimat, hogy csináltassak valami pótlást, és az még nem tudom, hogy mennyibe fog kerülni, vagy hogy tudják megoldani valami hidat, vagy ilyesmit. Hát az se 2 forint lesz, gondolom, úgyhogy szépen most megint akkor ez lesz a nyári kiköltekezés, nekem ez lesz a költségvetés. És itt be is fejeződtek így a távolabbi terveim. Más nem tudok, nem tudom, hogy mennyi pénzem lesz. Úgy a fiú mindjárt leszakad a tető. Van ez a ránőtt ág itt a tetőn, aztán de van, hogy fúj a szél, az így karistolja, és akkor tiszta ilyen félelmetes, hogy főleg ennél az instabil monopodnál mindig félek, hogy felborul, elfúj a szél, bár azért masszívnak tűnik, de mégsem egy tripod. Ami ugye tripodot rendeltem, az még mindig nem ért ide az eBay-ről, szerintem nem is fog már, mert egyszerűen nem tudja kikézbesíteni, ugye postás hozná, de nem vagyok itthon, postaládába nem fér be, bár így bedobhatná a fűbe, ide, azt kész. Arról nem tudok, hogy a vám megfogta volna, mert ez egy ilyen kis pitián értételért, ilyen 200 000 vagy valami. 200? De hülye vagyok. 2000, 3000 forint, vagy max. 6. Szóval ez nem olyan. Úgyhogy ha majd időm engedi, akkor majd szerintem valami magyar webáruházban fogok egy hasonlót beszerezni. Az olcsó kamerákból. Azt a tripodot meg addig lehet használni egyébként. Nem olyan rossz, hogy van ennek ez a fluid fej, és akkor lehet ilyen szép pásztázásokat vele csinálni. Panorámázást, meg lefel mozgásokat. Ez azért többet ér minden stabilizátornál. Másik meg, hogy most már lett itt egy fényvetőm. Szereltek ide, úgyhogy most már nincs az a vaksötét itt a teraszon, hogyha bejövök vagy kijövök, ez ilyen mozgásérzékelés, ugye nappal töltődik a nappali fényből. Éjszaka meg, hogyha kilépek ide a teraszra, itt rögtön tikk, verőfény van, úgyhogy már este tiszta jól esett itt kinnülni, és akkor kávézni, minden. A következő hétvégén szabadságon leszek, szeretnék valamilyen videót csinálni, nem biztos, hogy tematikusat, lehet, hogy vlogot, csak vlogban meg most gyakorlatilag nincs miről mesélni, úgyhogy ilyenkor szoktam olyanokat megcsinálni, ami esetleg ilyen tematikus vagy valami, de most még témaötlet se jött, azzal meg nincs kedvem foglalkozni, amiket itt küldtetek nekem, mert küldtetek egy-két videó témát, de úgy gondoltam, hogy annyira azért nem érdekes, hogy most abból megint videó legyen. És kb. Ennyi. Még ezt meggondolom a héten. Most a hétvégén szabad, és akkor hétfő, kedd az szabad. Tehát úgymond lesz 4 napom így egyben. Hát én meg próbálom élvezni a szabadságot, ugye? Azt a 2 napot. És kész. Ennyi volt a mai történet, tudom, hogy ez nem volt túl érdekes, de majd legközelebb esetleg történik valami más, amit elmondhatok, valami érdekesebb, és akkor meglátjuk, hogy mi lesz. Minden esetre azért ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, illetve ha tetszett a videó, akkor nyomni a lájkot, mert soha nem tudni, hogy mikor lesz egy jobb, egy újabb, egy sikeresebb, egy kibeszélni valóbb videó. Sajnos nem tudok minden egyes videóban sziporkázni, ezt nézzétek el nekem. Legyetek rosszak, vigyázzatok magatokra, ennyit mondok, nem többet. Köszi, hogy megnéztétek. Sziasztok!